A stratégia azért lenne fontos, mert az épületek használják föl az energia 40%-át, így óriási a megtakarítási lehetőség. Ráadásul annak végrehajtásával 80 ezer munkahelyet lehetne teremteni 10 éven keresztül az építőiparban, mondta dr. Csarnó Ákos. A képviselőjelölt kitért Orbán Viktor decemberi kijelentésére, miszerint az önkormányzati vezetők és cégvezetők vagy fizessék vissza a prémiumukat, vagy ajánlják föl jótékony célra. A kiosztott jutalmakról dr. Csarnó Ákos levélben kért tájékoztatást az EGRI jegyzőtől, amit meg is kapott. Ez szerint 5 önkormányzati cég vezetője kapott jutalmat. Arra lennék kíváncsi, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szavai után történt-e valamiféle helyi vizsgálat, vagy pedig felülvizsgálat azzal kapcsolatban, hogy ugye történtek ilyesmi jellegű kifizetések cégvezetők részére, és hogy ők felajánlották-e valamiféle célra, vagy visszafizették-e. Ez egy szerintem mindenkit érdeklő kérdés. Dr. Csarnó Ákos arra vár választ, hogy történt-e visszafizetés, felajánlás, ennek utána járt-e a helyi Fidesz.